Köszöntöm nézőinket, Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Kézművesség világnapja. Közel 60 manufaktúrája egyszerre nyitja meg műhelyeit. Erről beszélt a ma reggeli sajtótájékoztatón Vitályos Eszter Pest megye 3. számú választókerületének elnöke. Szentendrei Teátrum. Lőrinczi György az új igazgató bejelentette az idei programokat. Nemzeti összetartozás napja Szentendrén. Megemlékezés a Trianon emlékműnél június 4-én. 60 manufaktúra, 20 mesterség, 30 településen. Június 12-én nagyszabású rendezvénysorozattal készül a Magyar Kézműves Szövetség a Kézművesség világnapjára. A programsorozat sajtótájékoztatóját ma délelőtt tartották Szentendre szívében, ahol az esemény fővédnöke, dr. Vitályos Eszter, Pest megye 3. számú választókerületének elnöke is részt vett. A magyar kézműves szakmát a koronavírus nagyon súlyosan érintette. Elsőként szálltunk ki gyakorlatilag a gazdasági életből, és utolsóként fogunk visszatérni, mondta ma délelőtt Szabó Kata, a Magyar Kézműves Szövetség elnöke, az Összefogás a Kézművesség Világnapján című esemény sajtótájékoztatóján Szentendrén. Ezzel az országos programsorozattal szeretnék segíteni a magyar kézműves szakmát, és felhívni a figyelmet a kézműves hagyományaink ápolására. A rendezvényen részt vett dr. Vitályos Eszter, Pest megye 3. számú választókerületének elnöke, Szabó Kata, a Magyar Kézműves Szövetség elnöke, és Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet hálózati központ vezetője. Azokban a tárgyakban, amelyeket az alkotók készítenek, ott van tulajdonképpen az egész magyar történelem. Tehát olyan motivumokat, olyan anyagokat, olyan tárgyakat használnak fel tulajdonképpen a mindennapi alkotásokhoz, amely azt gondolom, hogy mindenképpen fontos a hagyományaink ápolása szempontjából, és mindenképpen azon vagyok, és arra törekszem, hogy tovább tudjuk adni ezeket a hagyományokat a gyermekeink számára is. Ezért is gondoltam azt, hogy mindenképpen az esemény mellé állok, és a magam módján, amiben csak tudok, segítek a Magyar Kézműves Szövetségnek. A Magyar Kézműves Szövetség közel 10 éve jött létre azért, hogy egy alkotóközösségbe tartozzanak azok a mesterek, iparművészek, akik életvitelszerű munkájukkal erősítik a hazai tárgyalkotó kultúrát. Nagyon sok műhelyünk gyakorlatilag, mivel kicsi és kis manufaktúrákról beszélünk, nem biztos, hogy ebbe az innovatív térben jelen tudott lenni, próbáltak mindenféle fajta webfejlesztéseket, meg hasonlókat létrehozni, de gyakorlatilag ez nagyon-nagyon nehézkesen működött, hiszen a tárgyak alapvetően fontos a tárgyaknál, ennél a tárgyalkotó kultúránál az egyediség, és azt a fajta egyediséget nem tudja visszaadni egy fénykép sem, tehát a matériát meg kell fogni és kézzel érzékelni kell. Tehát nagyon nehéz a helyzetünk, és nagyon sok manufaktúra nem is, vagy felfüggesztett állapotban van jelenleg is. De reméljük, hogy nem sokára mindenki kinyit, és újból elkezdünk működni. A Nemzeti Művelődési Intézet több más hagyományőrző szövetséggel együtt a Magyar Kézműves Szövetséget is támogatja. Szerintem a legfontosabb, amiért ezeket a hagyományokat életben kell tartani, az, hogy ettől vagyunk mi magyarok. Hogy vannak hagyományaink, vannak gyökereink, amihez vissza tudunk nyúlni. Ettől vagyunk mások, mondjuk más nemzethez képest, és nem csak itt Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében is számtalan olyan magyar közösség van, akit a hagyománya tart egyben. Szerintem a hagyomány egy olyan közösségépítő, közösségformáló, közösség együtttartó erő, amire nincs olyan kor, amiben ne lenne szükségünk. A kékfestés Ázsiából ered. A Kovács család 1878 óta foglalkozik kékfestéssel. Kovács Mária már a 7. generáció az iparművész családban. Az általa vezetett üzlet az országban az egyetlen, ahol a kékfestő teljes választéka megtalálható. Nagyon örülünk, hogy nálunk történt meg ez a sajtóreggeli. Én úgy gondolom, hogy egyrészt végre ki tudnak mozdulni az emberek otthonról. Mindig nagyon érdeklik, hogyha a vásárokban találkozunk, hogy hogyan készítjük, szeretnék kipróbálni. Tehát én nagyon bízom benne, hogy sokan el fognak jönni, és sokan ki fogják próbálni, hogy hogyan lehet egy kis kékfestőt, terítőt vagy szalvétácskát készíteni. Nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, tehát nagyon örülök, hogy a szövetség erre ebbe így beleállt, hogy
Szentendrén is több műhely lesz nyitva egyébként, tehát ez egy gyönyörű családi program, egész napos lehet, és mi vasárnap is leszünk. Dr. Vitályos Eszter azt is elárulta, hogy az ő életében mennyire játszanak fontos szerepet a kézműves termékek. Amikor csak lehet, akkor én piacon vásárolok, ez nagyon fontos. Ezt leginkább a hétvégeken tudom megtenni, úgyhogy a környék összes piacát már azt gondolom, hogy bejártam, de messzebb is, tehát hogyha valahol éppen a hétvégén vagyunk egy másik vidéki térségben, ott is próbálom felkeresni azokat a termelői piacokat és azokat a lehetőségeket, ahol helyi kézműves dolgokat lehet vásárolni. Én nagyon szeretem azokat a termékeket, gasztrotermékeket, amelyeket magyarok állítanak elő magyar termékből, mert sokkal jobban bízom bennük egész egyszerűen, úgyhogy fontos szerepet töltenek be az életünkben. A Magyar Kézműves Szövetség honlapján található egy térkép, ahol szakmák és települések szerint csoportosítva megtalálhatóak a különböző hazai műhelyek. Minden egyes műhelyünknek a feltüntetett nyitvatartása és a kuriózumok, hogy ki milyen szakmát képvisel, és milyen programmal készül erre a 12-i napra, megtalálja, hogyan lehet bejelentkezni, van-e valaki ez jelentkezési kötelezettség, mert vannak kis műhelyek, ahol nem tudnak egyszerre több családot fogadni. Itt lehet az altpotokkal beszélgetni, lehet egy kis élettörténetről, és mindenféle fajta szakmai kulisszatitkokat lehet látni, sőt van, ahol ki lehet próbálni, lesznek foglalkozások is. Szentendre az egyik központja most ennek a kézműves összefogás napjának. Innen fogunk indulni. Lepizsán Attila, Lepizsán műhelyből fogunk indulni, Lepizsán manufaktúrából. Ők egy bőrdízműves műhely, és tradicionálisan ők is több generációs készítik a bőröket, és az ő műhelyükből fogunk indulni, de természetesen Szentendrén, hiszen ez egy nagy alkotóközösség. Van közöttünk kerámikus, textiles, környéken tudok mondani, gyöngyfűzőjünk, és akiket láttak itt vannak a mi kis lemezelőink, tehát nagyon sok szakma, ékszerkészítők szintén jelen vannak Szentendrén és Szentendre környékén. Június 12-én az Összefogás a Kézművesség Világnapján című esemény Szentendréről a Lepizsán manufaktúrából indul majd, de számos más szentendrei kézműves műhely is várja majd a látogatókat. További részleteket a Magyar Kézműves Szövetség.hu oldalon találhatnak. Tűz keletkezett egy 60 négyzetméteres családi ház konyhájában csütörtökön délután Budakalászon, a József Attila utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a konyha bútorzata égett. A tűz átterjedt a födémre és a háztető szerkezetére is. A lángokat a szentendrei hivatásos tűzoltók oltották el, akadályozták meg a tűz továbbterjedését, majd vizsgálták át a kiégett konyhát és az épületet. Minőség, sokszínűség, egyediség, összművészetiség – ezek a hívószavai a Szentendrei Teátrum idei évadának. Lőrinczi György a teátrum nemrégiben kinevezett igazgatója jelentette be a nyári évad programjait a ma délelőtt a Művészetmalomban megtartott sajtótájékoztatón. Az eseményt Herczku Ágnes és Lukács Miklós az erre az alkalomra készült különleges produkcióval nyitotta meg. A megnyitón beszédet mondott Fülöp Zsolt polgármester és Prosek Zoltán, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. A délelőtt során Hajduk Károly a Csendet üdök című darabból adott elő egy részletet, míg Rost Andrea, Bényei Tamással és Korb Attilával, a Hot Jazz Band tagjaival, a Dalok a Lány Szobámból című koncertje egyik dalával varázsolt jó hangulatot a Művészetmalom udvarára. Én azt gondolom, hogy a malom épületében megtaláltuk azt a helyet, ahol idén egy nagyon izgalmas nyári programot tudunk összerakni. Annyit szeretném elmondani, főleg a művészek kedvére, akik ott ülnek, hogy kicsit más lesz az elhelyezkedés. Teljesen az úgynevezett nulla szinten alacsonyan lesz a színpad, és itt pedig körben egy mini amfiteátrum, szoktam beképzelten fogalmazni, egy mini amfiteátrumot építünk majd föl, hogy a nézők jól rálássanak a színpadra, és remélem, hogy a itt helyet foglaló rendezők és művészek minél inkább be fogják játszani a malomnak az izgalmas tereit, amit majd szépen megvilágítunk, vetítünk rá, és minden lehetséges módon kihasználjuk, és most tisztelettel és szeretettel adom át Prosek Zoltánnak, a Ferenci Múzeum Centrum igazgatójának a szót. Köszönöm szépen!
gyakorlatilag csak a Gyurinak egy felvezetője vagyok, mert most el fogja mondani a programját. Én nagyon örülök, hogy Gyuri megérkezett hozzánk, egy nagyon jó koncepciót adott le a városnak. Érzi és érti, hogy miről szól az ő városa, hiszen hazatért, ugyanúgy, ahogy én is. És megpróbálunk közösen ezért a városért valamit tenni a többi intézménnyel együtt, ebben mindig partnerek leszünk. Összesen 8 olyan előadás lesz látható az évadban, aminek a premierjét városunkban tartják. 13 Kossuth díjas művész, számos fiatal, pályakezdő alkotó produkcióiból alakult ki az idei program. Több lesz az opera, a koncert és számos úgynevezett crossover, azaz a különböző művészeteket ötvöző produkcióra készülhetnek a nézők. Lőrinci György a sajtótájékoztatón kiemelte a fiatal művészek szerepét. Akkor most el is értünk egy izgalmas pontra. Ugye Szentendrére mindig jellemző volt, hogy már az alakuláskor ugye 52 éve is színművészeti főiskolások, egyetemisták alapították a Szentendrei Teátrumot. Ez most is jellemző lesz. Számos kulturális programmal nyit Szentendre június első hétvégéjén. Erről is beszélt Lőrinci György a sajtótájékoztatón. Egy hét múlva indulunk, jövő csütörtökön. Kitaláltunk az intézmények összefogásával egy Szentendre Start mini fesztivált, amiben megmutatjuk, hogy Szentendre kulturális élete megnyílik. Ezt vasárnap este a Magyarországi Művészeti Fesztiválok Szövetségéhez csatlakozva egy koncerttel fogjuk ünnepelni. Ennek háziasszonya Endrei Judit lesz. Egy zenei gálára készülünk, kizárólag olyan művészekből, akik a környéken élnek. Ifjabb Csóri Sándor 5. évszak zenekara és Szvorák Kati, Fischl Mónika és Molnár Levente, akit szeretettel köszöntök, itt ül velünk. Ő is Horányban él, és innen jár a Kovengárdenbe és a világ különböző operaházaiba. Ő is itt lesz velünk, és a Sárik Péter trió Falusi Mariannal, akik szintén szentendreiek. Utána az igazi nyitány 25-én lesz, Teátrum 50+2, elődöm és jó barátom Vasvári Csaba csinált egy csodálatos kutatást a Szentendrei Teátrum 50 éves történetéről, egy weboldalt és egy albumot, ennek a könyvnek lesz a bemutatója, ahogy mondtam, szintén Endrei Judit lesz a háziasszony, és a műsor füzetbe lehet látni a közreműködőket. A teátrumi évad a Teátrum 50+2 nyitógálájával kezdődik június 25-én pénteken 19 órakor. A Szentendrei Teátrum nyári programjaira, előadásaira ma nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség. További részletek és programok a Teátrum weboldalán. Nemzeti Összetartozás napja Szentendrén. A városi megemlékezés június 4-én 17 órakor kezdődik az érvényben lévő biztonsági előírások betartásával. Helyszín Szentendre Kálvária domb, Trianon emlékmű. Beszédet mond Kerezsi Csaba, Szentendrei Móricz Zsigmond gimnázium igazgatója. Az ünnepi műsorban közreműködik Szabó Enikő népdalénekes és Máté Miklós citera művész. A megemlékezést koszorúzás zárja. Végül a várható időjárásról. Változóan napos, felhős lesz felettünk az ég szombaton, északon néhol alakulhat csak ki záporzivatar. A csúcshőmérséklet 16-22 fok között alakul. Vasárnap is gomoly felhős napos időre van kilátás, szorványos záporokkal, keleten egy-egy zivatarral. A Dunántúlon erős lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Délután 16-21 fok várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Kézművesség világnapja. Közel 60 manufaktúra egyszerre nyitja meg műhelyeit. Erről beszélt ma reggel Vitályos Eszter, Pest megye 3. számú választókerületének elnöke. Minőség, sokszínűség, egyediség, összművészetiség. Ezek a fő hívószavai a Szentendrei Teátrum idei évadának. Lőrinci György a Teátrum új igazgatója jelentette be a nyári programokat a mai sajtótájékoztatón. Nemzeti Összetartozás napja Szentendrén. Megemlékezés a Trianon emlékműnél június 4-én.
Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. És bizonyára tudják, hogy a közösségi oldalakon is megtalálnak minket, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én megköszönöm nem csak mai, de egész heti figyelmüket. Minden jót, viszontlátásra!